Kedves barátaim, tisztelt polgártársak, nemzetépítő munkások, népet élelmező parasztok és hazafias kultúránkat öregvítő vloggerek. Újabb eszendő van kitartó, szívós és bátor atyánk fejünk mögött. Arcunk szára, csontunk kobott, de szilaj lelkünk meg nem görbült a romlás ravigájjal. Sajnos névet nehéz kezdet rázta meg, melyeket előre megjósoltak eleink rovásírással kódolt bitekben, büszke kultúrkritikus nemzedékünk egy gyermeke, kivel olybe kötöttük meg vérszerződésünket, elhagyta a fiait védelmező sáncot, és választotta a nehéz és ideg önállóságot, de tudva tudjuk, mivel kiválasztott a gyerek sarja, megállja helyét és szolgálja jussát e hazának. Nem csak fogyatkoztunk, gyarapodtunk, három ifjú Levente lépett a két aggastyán oldalára, hogy legyen ki felveszi a betyes lantot, ha csatában életünket adnánk becsületünk megóvásáért. És a landerétel közel volt, mikor is októberben a rideg plexilapon túli világ, a monitor másik oldala megkísértett, és őszintén rendültem meg hitemben, hogy merre tovább, mi az én utam, hogy lehetnék hazám s népem javára, hogyan lehetnék hű szellemünkhöz és elveinkhez, de a nagy és bölcs mennybéli atyánk, a Pódiisten határozott, és maradtam, ki voltam. Ez az év a nagy munka éve volt, s előttünk áll még az ősi feladat befejezetlenül. Mi, a hazai vloggel társadalom igaz hazafiai úgy döntöttünk, hogy felírjuk a megcsontosodott dogmákat és új szeleket hozunk a Kárpát-medence ormai közé, mivel megtaláltuk a legnagyobb veszedelmet, a földi méhtej gyökerét, a lelkek megrontóját és a földi paradicsom megfertőzőjét, melyet a gyámoltalan földi halandók csak úgy emlegetnek, hogy Mirály Nikki. Közös munkával, mély őszinte verejtékkel felvettük a nemzet alkotó tátott csodaszarvasbőr keszpjét az elszabadult sárga pestéssel szemben, és olyan munkát teszünk le a bőség asztalára, melyet népünk büszkén emel az alaptörvény oltalma alá, melyel a sereghajtó illírek, tákoromának és nagymorvák nem rendelkeznek, csak mi, magyarok, a szitja animekritizmus százlóvivői, kik álljuk a sarat és mutatjuk meg a világnak, hogyan kell dicsőséges csatát vívni a tiszta lelkek elveszejtésére szakasodott nippon animációs genocidummal szemben. Hölgyeim és uraim, barátaim, harcunk folytatjuk, vérünk hullatjuk, csak értetek és dicső nemzetünk ügyért, áldás és békesség legyen a ti szívetekben, legyen a tóhó és zunk keletje rajtatok, és bőd adnak termést arassatok. Jó egészséget!